Üdvözlök mindenkit ehhez az újabb videóhoz. Itt vagyunk az Örs vezértere metró és évállomáson, vagyis az Örs vezértere buszvégállomáson, és egyáltalán nem számítottam erre a videóra, mert Kőbánya Kispest felé tartottam éppen, amikor észrevettem a Budapest Go applikációban, hogy a NAI 305-ös NAY MAN Lyons City busz pótol a 85-ös buszon, és mivel nekem ez lesz az első utazásom egy MAN Lyons City busszal, ami a BKK járműflottájában van Budapesten, ezért úgy gondoltam, hogy egy videóra fogom rögzíteni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy csalódott leszek ettől a busztól, vagy tetszeni fog-e nekem. Ha ti már utaztatok ezzel a típussal, akkor írjátok meg a kommentekbe, hogy nektek hogy tetszik. Az indulási idő 15 perc múlva van, úgyhogy azt mondanám, hogy várok még egy picit. Közben meg itt elhalad mellettünk a Fleur FLR 720-as rendszámú Volvo 7700A, a tintakék Volvo, amiből már csak azt hiszem, ha lehet, hogyha rosszat mondom most, akkor elnézést kérek, 5-6 darab van talán már belőlük, ugye a többit már felújították, és ilyen kék színűek, vagyis ilyen világos kék színű, türkis színűek lettek. Ugye itt most láthatunk egy Mercedes-Benz Conecto Next Gen autóbusz, ami már inkább többször, vagyis igazából majdnem mindig ezen a vonalon szokott közlekedni. Igen, ez most a 85E vonal, de ugyanúgy a 85-ös vonalon is az elmúlt időben legtöbbször ez a típus közlekedett. Szóval.
Hát, hogyha itt lehúsulunk. Következő megálló Kőbánya Kispest metróállomás. Végállomás. Átszállhatnak az M3-as metróra, a vasútra, valamint regionális autóbuszokra. Köszönjük, hogy velünk utaztak. Viszontlátásra! Kőbánya Kispest és akkor megérkeztünk Kőbánya Kispest végállomásra. Az út őszintén elég szar volt, hogyha így gyorsan kimondva mondom. Egy az, hogy a busz tényleg nagyon tele volt, tehát ugye a 85-ös buszon nem ajánlott szerintem, nem ajánlanám szóló buszokat üzemeltetni a BKK-nak. És őszintén mondva, ezek az ülések nagyon kényelmetlenek voltak, a busz út rázós volt, ami mondjuk az útnak a hibája is lehet, vagyis az úti hibák az útnak az oka is lehet, viszont én nekem akkor mégis a Connectók vagy a Volvo 7700-asok jobban bejönnek, mint ezek az MAN MAN buszok. Úgyhogy akkor ennyi is volt ebből a videóból, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!